Mindannyian több tucatszor olvastuk már ezt a híres kijelentését Saulnak, melyet a tesszalonikaiakhoz írt második levelének második fejezetében találunk. A 11-es vers így szól, ezért bocsátja rájuk Elohim a megtévesztés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. A világ is tisztában van azzal, hogy az utolsó időben az emberiséget egy nagy megtévesztésnek az ereje fogja hatalmába keríteni. A legtöbben azonban nincsenek tisztában azzal, hogy mi is ez a megtévesztés ereje, és rossz helyen is keresgélnek. A megtévesztés ereje, melyről itt Saul ír, a kezdetektől fogva az emberiséggel volt. A megtévesztés egyidős az emberiség történelmével. Ha köztudat lenne, egyszerűen megfejthető lenne, akkor nem lenne megtévesztés. Azért működik a megtévesztés, mert az ember elhagyta az egyetlen utat, ami az élethez vezet. Ennek az életformának a képviselői a történelem során pogányok voltak, hedonisták voltak, népek voltak. A másiák halálát követő időszaktól fogva azonban a megtévesztés erejét a világban a tradicionális kereszténység terjeszti. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!